Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Gyerekrablás. Saját gyerekeit vitte magával jogtalanul az anya. Peronoszpóra veszély. A szőlőkben nehéz kezelni az időjárás okozta gondokat. Emlékezés. Bukovinai föld került az egykori falvakat jelképező keresztek alá. Gemenci nagydíj. 45. alkalommal rendezik meg a kerékpárversenyt Szekszárdon. A Tolnatej Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Saját gyerekeit rabolta el egy szekszárdi nő, akitől korábban a gyámügy ideiglenesen elvetette a lányát és a fiát. A gyerekek azért kerültek nevelőszülőkhöz, mert az anyjuk volt, hogy lopni vitte őket. A nőnek most a bíróság ítélete szerint 3 hónapra börtönbe kell vonulnia. Egy távolsági buszon vette észre a fiatal nő a korábban nevelőszülőkhöz került kiskorú gyerekeit. Nem habozott, azonnal elcsalta őket, annak ellenére, hogy ezt nem tehette volna meg a nevelőszülők beleegyezése nélkül. Hetekig bújtatta a gyerekeket a szekszárdi házában, hiába ment ki hozzá a gyámügy munkatárs és a rendőrség is. A látogatások idejére a fiút és a lányt átküldte a szomszédba. A lopásért már többször büntetett nőtől azért vették el ideiglenesen a gyerekeket, mert elhanyagolta őket, és az is előfordult, hogy bűncselekmények elkövetésére vette rá őket. Korábban is már bűncselekményeket követett el, sőt, gyermekei szeme láttára követte el a lopási cselekményeket, és volt olyan is, hogy magát a gyermekeket vitte magával lopni, ezért is vették el tőle a gyermekeket, és vonták be a szülői felügyeleti jogát. Az édesanyjuk által elcsalt gyerekeket végül több mint 1,5 hónappal később egy házkutatás során a rendőrök találták meg. Az édesanyjuk ellen azonnal újabb eljárás indult. A Tamási járás bíróság ítéletet hirdetett a fiatal nő ügyében, akit bűnösnek mondott ki két rendbeli kiskorú elhelyezése megváltoztatásának bűncselekményében, ezért a vádlottat halmazati büntetésül 90 napi elzárásra ítélte. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert az elítélt édesanyja fellebbezett ellene. A hétvégén Tolna megyében 2 súlyosan, 3 pedig könnyebben sérültek meg közúti balesetekben. Szombaton Szekszárdon az egyik utcában egy autós az úttesten lévő szalaggal lezárt útfelbontásra hajtott és felborult. A baleset során az autót vezető és utasa is könnyebben sérült meg. A sofőrről kiderült, hogy alkoholt ivott, vele szemben a szekszárdi rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályán büntetőeljárás indult ittas járművezetés vétség elkövetésének gyanúja miatt. Súlyos baleset történt vasárnap Pakson, amikor egy motoros az egyik útkereszteződésben nem adta meg az elsőbséget egy autónak, és a két jármű összeütközött. A motor az ütközést követően nekicsapódott az úton szabályosan közlekedő másik autónak is. A motort vezető fiatal nő súlyos sérüléseket szenvedett. Belecska közelében történt egy másik baleset vasárnap, egy dúzsi férfi pincehely felé tartott autójával, amikor egy jobbra ívelő kanyarban elveszítette uralmát a jármű felett, letért az útról és az oldalára borult. A balesetben a jármű vezetője könnyű, míg utasa súlyos sérüléseket szenvedett. A biztonsági övet egyikük sem használta. Az eset kapcsán a Tamási rendőrkapitányságon büntető eljárást indítottak, közúti baleset gondatlan okozása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. 100 000-rel többen élnek alkalmi munkából, mint 5 éve. 2014. júniusában 166,7 ezer alkalmi munkás dolgozott hivatalosan, már a több mint 100 000-rel nőtt a számuk, tudta meg a Világgazdaság a Nemzeti Adó és Vámhivataltól. A legdinamikusabban az idegenforgalmi idénymunkások száma növekszik, a turizmus folyamatos bővülése miatt az elmúlt 5 évben csaknem megduplázódott a számuk. Nincs egyszerű dolguk a szőlős gazdáknak, az időjárás hatására megnövekedett a szőlős kertekben a peronoszpóra veszélye. Megfelelő védekezéssel azonban még nem zárható ki, hogy az idei év is jó évük lesz a szekszárdi borvidéken dolgozó gazdáknak. Az idei esztendő időjárása erősen megnehezíti a szőlős gazdák dolgát. A májusi tél visszafogta a fejlődést, és a földterületek tele voltak nedvességgel. Erre jött a júniusi kánikula, aminek hatására gyors fejlődés indult a gyümölcsösökben.
Nagyon nehéz ezt lekövetni munkában, mondja Bősz Adrián, a hegyközség elnöke. A hőmérsékleti meg a csapadék viszonyok a peronoszpórának rendkívül kedveznek, úgyhogy peronoszpóra tekintetében egy nehéz évvel állunk szemben. Az, hogy milyen lesz a termés minőségében, még nem megmondható. A termés átlagot figyelve Bősz Adrián azt mondja, átlagos évnek nézünk elébe. Itt az a kérdés, hogy a peronoszpóra mennyire tudta megritkítani a termést. Nyilván, akik időbe tudtak permetezni, tudtak védekezni, ott azért elképzelhető, hogy minimális károk, vagy akár kártalanok az ültetvények. Nyilván ez a mindenkinek a dolga, tehát erre törekszik mindenki. De attól függetlenül azért, hogy gyártva a borvidéket egy-két helyen azért láttam, hogy azért van egy pár százalékos kár, de nyilván a szőlőbe ezt majd még ezután meglátjuk. A szőlő minden most meglévő betegségét még gyógyítani lehet, és képes lesz a jó termés elérésére, mondja Bősz Adrián. Az, hogy mit jelent ez, majd őszerelén lehet rá pontos választ adni, tette hozzá a hegyközségi elnök. A legnagyobb átlagos öregségi nyugdíjat a fővárosi nyugdíjasok kapták tavaly, 154 ezer forintot, míg a legkevesebbet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élők, 115,6 ezer forintot, derül ki a KSH Magyarország 2018 című összefoglaló kiadványából. Alig kapnak nagyobb nyugdíjat a szabolcsiaknál a Bács-Kiskun megyében élők, 115,9 ezer forintot, a harmadik legkisebb nyugdíj pedig Békés megyében van, 116,2 ezer forint. Tolna megyében az átlag nyugdíj értéke 123 ezer forint. Az atomenergia szerepének és a két új paksi blokk szükségességének objektív megítélését segítik azok az információk, amelyeket a Paks 2 tájékoztató kamion kínál látogatóinak. Az interaktív kiállítás idén nyáron is felkeresi a több tízezer vendéget vonzó hazai fesztiválokat. Atomerőművek nélkül nem lehet eredményes a klímaváltozás elleni küzdelem. Akiknek erről nincs elegendő információjuk, könnyen hiszik el a valóságtól teljesen elrugaszkodott atomenergia ellenes állításokat, fogalmazott Mitler István, a Paks 2 atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatója. A hiteles tájékoztatás egyében indult el 2009-ben az atomenergiát bemutató tájékoztató kamion. Ez a jármű az iskola időszakban a településeket keresi fel, az 5000 főnél nagyobb településeket, döntően ugye a célcsoportunk az a középiskolás korosztály, nyáron viszont az egyetemistákra fókuszálunk, ezért is megyünk el a nagy zenei fesztiválokra. Az idén a Volt Fesztiválon kezdtünk, itt rendkívül nagy volt az érdeklődés, több mint 3000 ember kereste fel a fesztivál ideje alatt a járművet. Nagyon érdeklődőek voltak, ugye egy döntően a Volt Fesztiválon a magyar diákok, egyetemisták voltak, akik kérdésekkel fordultak a kollégáinkhoz. Ezzel szemben a múlt héten befejeződött Szandon pedig már mi is tapasztaltuk, hogy egyre több külföldi érdeklődött. Mitler István hozzátette, azért fontos, hogy ezeken a rendezvényeken is jelen legyen a jármű, hogy a fiatalok választ kapjanak kérdéseikre, hiszen ők a jövő döntéshozói. Az új atomerőmű számukra és gyermekeik számára biztosítja majd az ellátásbiztonságot, az olcsó áramot, tekintve, hogy a blokkok tervezett üzemideje 60 év. A kommunikációs igazgató kiemelte, a fesztiválokon sok külföldi fordul meg, így már angolul is elérhetőek az információk. Bővült az interaktív eszközök tára is, a legkisebbeket például a kamion tematikájába illeszkedő fejlesztő játékok várják. Az egykori bukovinai falvak temetőiből hozott földet helyeztek el a településeket jelképező keresztek tövébe a kismányoki székelyportán. Illés Tibor, a Székely Szövetség elnöke azt mondta, ezzel a gesztussal akartak tisztelegni őseik emléke előtt. Kérünk, áld meg ezt a földet, a te bőkezűségedből nyert ajándékot, és tölts el szívünket szent lelked örömével, Krisztus a mi úrunk által. Szentmise keretében került áldás arra a földre, melyet a bukovinai temetőkből hoztak és helyeztek el a kismányoki székelyportán felállított keresztek tövében, melyek a bukovinai falvaknak állít emléket. Arra gondolva, hogy hamarosan elkopnak, mind ahogy történik is ugye Bukovinába, szép lassan, azért legyen, amivel meg tudunk emlékezni halottainkról.
Az ott maradt ősök, a családtagok hiánya égette a bukovinai székelyek lelkét, mondta Illés Tibor, a bukovinai székelyek országos szövetségének elnöke. Ezért döntöttünk úgy, hogy elhozunk egy kis darab földet, hogy legalább jelképesen velünk lehessenek halottaink. Legyen egy kis megszentelt föld, ami tulajdonképpen szimbolikus ugyan, de úgy gondolom, hogy most már minden ember számára, és főleg a fiatalmaink számára egy olyan remélem, egy olyan fajta megemlékezési lehetőség, hogy meg tudnak emlékezni azokról az ősökről, akiktől egy olyan kultúrát örököltünk, amelyet ugye a néprajzi táboron belül is tudtunk hasznosítani, illetve újra tanulni. Áldott védasszonyunk, boldogságos szent szűz, kegyes anyám, enyhítni gyermekét, fájó keserveit. 45. alkalommal ad otthon Szekszárd az Aliszka Bau Gemenci nagydíjnak július végén. A nagymúltú országúti kerékpárversenyre 98 profi kerékpáros érkezik a városba. A magyar mezőnynek minden korábbinál nagyobb esélye lesz a győzelemre. 7 ország 14 csapatának 98 kerékpárosára rajt hoz a 45. Aliszka Bau Gemenci nagydíjon idén. A világbajnoki kvalifikációs országúti verseny 165 és 150 kilométeres szakaszai az idei évtől két külön versenynek számítanak, és a pályán is nehezítettek a szervezők. Ettől azt várják, hogy a hazai mezőnynek nagyobb esélye lesz a pontgyűjtésre. A végső befutó előtt beillesztettünk ilyen meredek, de nem túl hosszú emelkedőket. Ők ezeknek úgymond a specialistái, és azt várjuk, hogy akár mindkét napon, de legalább az egyik napon magyar győzelem szülessen. Az ország legnagyobb múltú folyamatosan megrendezett országúti kerékpárversenyét harmadik éve szervezi a Szekszárdi Önkormányzat és a helyi sportközpont közösen. Ács Rezső, a város polgármester azt mondja, a verseny komoly marketing erővel bír, ami még több turistát vonzhat Szekszárdra. Megmutatja azt, hogy nem csak születnapokat tudunk szervezni, hanem nagyon magas színvonalú sportesemények befogadására is alkalmasak vagyunk, úgyhogy 2019-ben azt reméljük, hogy ez az üzenet át fog menni majd a kerékpársporton keresztül Magyarországra, aztán az osztak a tarakon túlra is. A Gemenci nagydíjat idén július 26-án és 27-én szervezik meg a Tolnai megyeszékhelyen. Szerencsére az időnként feltámadt szél nem tudta elrontani, irreálissá tenni az utóbbi években mindig Faddomboriban péntektől vasárnapig zajló országos kajakkenu vidékbajnokságot. Így szinte futószalagon zajlottak rövid távokon a különböző futamok a kölyök korosztálytól a felnőttekig 1300 kajakos és kenus részvételével. A Paksi Atomerőmese és a Magyar Kajakkenu Szövetség közösen rendezett évi 2-3 versenye közül a legnagyobb és egyben a legrangosabb is az országos vidékbajnokság. Ez a magyar vidék legnagyobb kajakos seregszemléje mindenképpen mamutmezőnyökkel az utánpótlás legkülönbözőbb korosztályaiban. 1300 versenyző vesz részt, közel 300 futam, ugye a 3 nap alatt, tehát reggel 8:30-tól egészen este 7-ig folyamatosan mennek az előfutamok, középfutamok, döntők. 500-on és 1000 méteren, vagyis rövid távokon zajlanak a versenyek, így gyorsan pörögnek az események a 3 nap során, szinte futószalagon zajlanak a különböző versenyszámok. A mamut mezőn jelentős részét gyermek, serdülő és ifjúsági korú kajakosok, illetve kenusok alkotják. Szép számmal ott vannak a rajtnál a maratoni szakák képviselői is. Megyénk mind 3 klubja, az ASE, a Tolnai Kajakkenu ESE, a Szekszárdi Kajakkenu ESEI most is népes kis küldöttséggel volt jelen, a nekik egy kicsit hazai pályának is számító Faddomboriban. Az ismeretlen tehetségek felfedezésének, berobbanásának szintere is ez a vidékbajnokság. Nyilvánvalóan itt vannak ebben a mezőnyben a jövő Európa világbajnokai, meg talán olimpiai bajnokai is. Ugye még nem tudjuk pontosan, hogy kik azok, de azért itt már lehet látni néhány esetben, főleg a nagyobb korosztályokban, serdülő ifjúságiban, hogy kik azok, akik elsősorban bontogatják a szárnyaikat. A parton olykor észrevétlenül figyelő különböző szakági edzők noteszébe több név is minden bizonnyal feljegyzésre került az idén is Faddomboriban. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Védelem az árvíztől, záportározó segít megfogni a lezúduló csapadékot. Félelmetes és óriási darázs a városokban, ártalmatlan azonban a hártyás szárnyú rovar.
ritka, régi és egyedi bélyegek, különleges kiállítás Siófokon. Elkészült a Baranya csatornára tervezett 53,5 hektáros, 1.280.000 köbméter kapacitású záportározó, a barátúrító, amelynek elsődleges feladata a tavaszi árvízveszély csökkentése, közölte a Dél-Dunántúli vízügyi igazgatóság. További tározókat is terveznek a megyében, de ezek még csak tervezési szakaszban vannak. A most átadott barátúrító kialakítása 2 milliárd forintba került. Ilyen magasság. Az ablakpárkányig ért a víz a 2010-es Sásdi árvíznél, mutatják ezen a korábbi felvételen. Akkor átáztak a falak, a bútorok, berendezések tönkrementek. 2013-ban újra árvízveszély alakult itt ki. A gödrei vízfolyás veszélyeztette a sásdiakat. Folyamatosan szivattyúzni kellett, hogy megakadályozzák a vízbetörést. 2010-ben volt a legnagyobb, de hát azóta is, tehát a napjainkig szinte minden évben vannak nagy vizek itt a Baranya csatornán, és mi készítettünk épp ezért egy tanulmányt a teljes vízgyűjtőre, hogy hogy lehetne tározással ugye ezeket a többletvizeket visszafogni. Ennek eredménye a most kialakított barátúrítónak elnevezett záportározó, mondja a Dél-Dunántúli vízügyi igazgatóság vezetője. A záportározó barátúr magyar szék és magyar hertelent határában épült fel. A Baranya csatorna felső szakaszáról, valamint a Kaszárnya patakon érkező árvizek visszatartásában lesz fontos szerepe. Az árvízi károktól mintegy 4000 lakost fog hatékonyan megvédeni, de további tározók építését is tervez. A megyében. Topográfiai alapon, tehát ahol logikusan lehet tavat építeni, ezeket a helyeket kijelöltük, és gyakorlatilag majdnem minden nagy mellékágra, itt a Gödreire is, akkor itt egy részletesebb tanulmány már készült a felsőegerszegi mellékágra. Tehát ennek már megvannak a műszaki megalapozó terve is, és egyébként mondom összesen a mellékágakra 8 ilyen javaslat készült. De mindközül a legnagyobb a barátúrító, amit 2 milliárd forintból alakítottak ki. Ez olyan elven működik, mint a mosdókagylóknál, fürdőkádaknál a túlfolyó. Ha túlságosan megemelkedik a folyók vízszintje, a víz ebbe az átmeneti tározóba tud átfolyni. Így a vízfolyások nem lépnek ki medrükből, nem okoznak árvizet. Nyaranta egy nem mindennapi rovar okoz riadalmat városi parkjainkban. A napokban éppen Bolyban találkoztak a település lakói ezekkel a félelmetesnek tűnő hártyás szárnyúakkal. Az óriás tőrös darázs nőstényéről van szó, ami elérheti az 5 cm nagyságot is. Félelemre semmi ok, sőt védenünk kell őket, mondja a szakember. Ilyen felvételeket lehet találni a tőrös darázsról az interneten. Az óriási méretű rovar első látásra ijesztőnek tűnik. Az óriás tőrös darázssal az a probléma, hogy Európa legnagyobb hártyás szárnyú állat a darázs féléje, tehát 4-5 cm nagyságot is elérhet a nőstény. Most, hogyha egy ilyen állat repül az ember felé, akkor az, hát az ember arra gondol elsősorban, hogy az támadó szándékkal teszi, pedig nem erről van szó, az embert úgy érzékeli, mint egy terepakadályt, és megpróbálja kikerülni. Ezért az a legjobb, ha nyugodtan megvárjuk, míg a darázs elrepül mellettünk. Támadni nem fog, nincs ok a félelemre, mondja a szakértő. Azonban egyre többször jelenik meg a városi parkokban. Baranyában, Bolyi területén találtak ilyen állatokat a napokban. Jellemzően ott, ahol öreg fák vannak, vagy ezeknek a tuskói. És ez azért van így, mert ezekben az öreg fákban, tuskóban különböző bogaraknak a lárvái élnek, cserebogaraknak jellemzően, orrszarvú bogaraknak, szarvasbogaraknak. Most az óriás tőrös darázs a petéit ezeknek a bogaraknak a lárvájába adja le. A lárvákból táplálkoznak és fejlődnek ki a darazsak egy év alatt. Védett állatokról van szó, eszmei értékük 50.000 forint. Ha valaki ilyen rovarokat lát, akkor keresse például a Dunadráva Nemzeti Parkot. A szakértők beazonosítják, és így megmenekülnek a pusztulástól. A gyakorlat ma ugyanis az, hogy a lakossági jelzés után a rovarírtók érkeznek a helyszínre, és méreggel lepermetezik az állatokat.
Történelmi személyiségek, városok vagy éppen régi járművek. Több százféle témájú bélyeget mutat be a Kálmán Imre Kulturális Központban nyílt tárlat. A kiállítás egyben országos verseny is, ahol a legritkább, legrégebbi és legegyedibb gyűjteményeket szakmai zsűri pontozta. Bronz, ezüst és aranyfokozatú elismerésekkel is díjazták az országos bélyek kiállítás legnívósabb gyűjteményeit. A siófoki Kálmán Imre Kulturális Központban több százféle bélyeget mutatnak be az érdeklődőknek. 14 kiállítónk van, mondom a legtávolabbi helyeket, jött egy kiállítónk Debrecenből, Salgótarjánból, Budapest, Székesfehérvár, tehát azt hiszem elég jól lefettük a pápáról. Nem akarok senkit kihagyni, elég jól lefettük az országot. A szakmai zsűri számos szempont alapján pontozta a bélyeggyűjteményeket. Elég magas mércét tesz ilyenkor, most is van 4 zsűri tagunk, ők hát az egész délelőttet végig dolgozták. Hát ilyenkor nagyon sok mindent néznek. Nyilván az egyik fő kritérium, hogy minél ritkább legyen az a bélyeg. Lehet persze a kor is számít természetesen. Nagyon fontos, hogy esztétikailag hogy van elkészítve a gyűjtemény. Nagyon fontos, hogy tematikailag hogy van felépítve, hogy nem össze-vissza rakom, hanem ennek megvan a szép szabálya. Magukat az emlékíveket, bélyeket is nézik állapot szerint is. Ne legyenek sérültek, szakadtak, szépen fel legyen dolgozva. A Hózer Imre Városi Bélyeggyűjtőkör immár harmadik alkalommal szervezett bemutatót a különleges bélyegekből. Emellett a szervezet közel 2 évtizede segíti azokat, akik a bélyegeknek szentelik az életüket. A tárlat augusztusig várja az érdeklődőket a Kálmán Imre Kulturális Központban. A pisztolyban olimpiai kvótás Major Veronika lett a legjobb magyar az 50 méteres, 30+30 lövéses számban a futó céllövő Európa-bajnokságon, ahol összetettben a 6. helyen végzett a megmérettetésen. 10 ország 59 versenyzője állt rajthoz, idén először a felnőtt és junior számban női és vegyes versenyeket is szerveztek. A 30+30-as normál szám lassú részével vette kezdetét a viadalm. Elsőként a nők állhattak be a megújult lőállásokban. A próbalövések leadását követően 30 lövés állt rendelkezésre a versenyzőknek, ezekkel kellett minél több pontot összegyűjteniük. A sportolók az első nap után nagyon elégedettek voltak a hazai szervezéssel. I'm feeling really good right now. Nagyon jól érzem magam, most fejeztem be a körömet, és nagyon elégedett vagyok vele. Azt gondolom, ez egy nagyon szép hely, nagyon jó itt lenni, és nagyon jó az időjárás is. Én Norvégiából érkeztem, ott egy kicsit hűvösebb van. Azt gondolom, hogy a település remek, és a helyszín is nagyon jó, és nagyon várom a bajnokság hátralévő részét, mondta Annelien Tangen. A verseny érdekessége, hogy amikor az olaszok elnyerték a tűzfegyveres és koronglövő úgynevezett nagy EB rendezésének jogát, akkor megállapodtak a Magyar Sportlövők Szövetségével, hogy a futó céllövő szakág versenyeit Gyenes Diáson rendezik meg. A viadal másik különlegessége, hogy idén először női és vegyes verseny számokat is rendeznek. Nagyon fontos a nemi egyenlőség minden sportágban, és ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos az is, hogy az 50 méteres futó céllövő versenyeken is rajthoz állhassanak a nők. Ez választ ad arra is, hogy miért vannak vegyes csapatok is, tájékoztatott Pekka Kusisztó. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Gyerekrablás. Saját gyerekeit vitte magával jogtalanul az anya. Peronoszpóra veszély, a szőlőkben nehéz kezelni az időjárás okozta gondokat. Emlékezés, bukovinai föld került az egykori falvakat jelképező keresztek alá. Gemenci nagydíj, 45. alkalommal rendezik meg a kerékpárversenyt Szekszárdon. Kedden reggel ismét hűvös, de derült idővel indul a nap. Napközben is marad a napsütés, csapadék nem várható. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Viszontlátásra!